Faluban lakott egy ember. Annak volt három fia. A legidősebbet Nyakillának hívták. A középsőt Csuhájnak, és a legkisebbet Máriszájnak. Hát, nagyon-nagyon szegények voltak. Ezért azt mondta az apjuk, hogy keressék meg a maguk kenyerét, mert megijedték őt. Na hát erre azonnal el is indult Nyakillában a legidősebbik. Hát, mint mendegélt, egyszer csak betért egy házba. Ott egy öreg ember lakott, és felvették szolgának egy esztendőjét. Amikor eltelt az év, akkor azt mondta az öreg ember, hogy vigyen magával egy olyan asztalt, aminek csak annyit kell mondani, hogy teríts, teríts asztalkám, és azon mindenféle enni és inni való lesz. Na hát, erre Nyakillá meg azt mondta, hogy én, aki a hegyet is megette volna kenyérrel. Na hát, nagyon megörült neki, és hát folytatta útját. De azért kipróbálta a bukorba, hogy neki milyen asztala van. És azt mondta, teríts, teríts, asztalkám! Na hát, tátva maradt neki a szája, mert annyi étel és annyi étel lett abban. Hát, be is tért egy borbisztó melletti kocsmában, és hát ott jól is lakott. De ezt a kocsmáros meglátta, és azt mondta, hogy neki milyen jó lenne, hogyha az ő kocsmájában ilyen jó kis asztal lenne. Na, amikor már észrevette, hogy Nyakillán már alszik, belepózott a szobájába, és elcsent azt az asztalt, és kicserélte egy ugyanolyanra. Na, hát Nyakillán reggel felpattant, és indult haza. Hát, amikor hazaért, eldicsekedett, hogy neki milyen jó kis asztala van. Na, amikor megszólította az asztalt, azon egy porszem is lett. Hát, szegénykét el is verték, és hát indult a középső Csuhály. Na, hát ő is mendegélt, mendegélt, mendegélt. Ő is betért ebben a házban. Na, hát őt is felfogadták egy esztendők szolgának, és amikor az az idő is eltelt, akkor azt mondta az öreg ember, hogy vigyen magával egy olyan csacsit, aminek csak annyit kell mondani, hogy tüsszents, tüsszents, csacsikám, és az annyi aranyat tüsszent, amennyit akar. Na, hát ő is ment meg, mendegélt, betért abba a kocsmába, ahogy Nyakillá is volt. Hát, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. Na, hát kipróbálta a szobájában, hogy mennyi aranyat is tüsszent az a csacsi, és hogy egyáltalán tüsszente. Na, és azt mondta, tüsszent, tüsszent, csacsikám! Na hát az annyi aranyat tüsszentett, hogy aznap éjjel alig bírt már elaludni. Alig. De amikor mégis elaludt, akkor hát sajnos ezt megeszte a kocsmáros, a kulcs lyukon. Hát, ő is felhuppant, hazament, elvizsgedett, és hát őt is elvették. Na, már az apuka nagyon ki volt borulva, hogy senki egy porszemet nem hoz haza. Na de hát azért még elküldte Máriszájt. De hát nem nagyon bízott benne, hogy ez a bamba gyerek mit fog ezt hazahozni. Na, hát ő is ugyanúgy mendegélt, betért abba a házikóba, őt is felfogadták egy év megszolgálnak. És amikor az is eltelt, azt mondta az öreg ember, hogy őt sem hagyja szárazon. Vigyen magával egy olyan zsákot, aminek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkocskám, és azt ver meg vele, akit akar. Na hát ennek nagyon megörült, és hát ő is ment a kocsmába. Elvett ivott, jól lakott, amennyi csak belépélt. De amikor fizetésre került a sor, rájött, hogy egy lyukos fillér sincs.
azt mondta Miley Cyrus, hogy be a zsebbe fut kocsán, és hogy az azon nyomba abba hagyta a verést. És hát megegyeztek abban, hogyha visszaadja a dolgokat, amit ellopott, akkor ő cserébe békén hagyja. Na hát, nagyon boldogan ugrándozva ment hazafelé, és amikor hazament, elmondta, hogy hogy szerzett fülkót, és hogy szerezte vissza az asztalt, van még a csacsit. És ez minden történt volna meg, akkor az én mesélem is tovább.